Folytatódik az Honvédelem program, rendhagyó családi napon mutatták be a kezdeményezést és az eddigi eredményeket. Gyermeknap a hegyvidéken, rengeteg program várta a kicsiket. Medencében a legjobbak, évzáró verseny a Városmajori úszodában. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folytatódik a digitális világ veszélyeire figyelmeztető hegyvidéki honvédelem program. A 2016-ban indult egyedülálló kezdeményezés eddigi eredményeit és jövőbeni céljait rendhagyó családi napon mutatták be a MOM kulturális központban. Ki mit tölthet fel és le, milyen korban, milyen módon érdemes megismertetni a digitális világ előnyeit és veszélyeit a gyerekekkel, miben kell fejlődniük a felnőtteknek, lehet-e a jutalmazás vagy a büntetés eszköze az internet. Csak néhány kérdés azok közül, amelyekre a hegyvidéki önkormányzat által az országban először kialakított komplex program keresi, vagy meg is találta a választ. A program összefogója, Molnár Viktória és az önkormányzat vezetői arra használták fel a Monkultban szervezett gyermeknapi rendezvényt, hogy a hegyvidéki honvédelem programot is közelebb vigyék a kicsikhez és nagyokhoz. Ez egy eleven probléma itt a hegyvidéken. Kisebb-nagyobb morzsákban éreztük ezt, hiszen minden iskolából jönnek történetek, riasztó sztorik, hogy mi mindent töltenek le a gyerekek, milyen zaklatásnak vannak kitéve, de nem láttuk az egész képet magunk előtt. Talán ez az egyik komoly tanulsága, hogy a mai felnőtt generáció vak ezekre a problémákra, bizonyos értelemben kívül esik a látómezején, az érdeklődésén. Ez az egyik probléma, a túldimenzionálás, a túlrettegés, meg a másik véglet nyilván, hogy démonizáljuk az egész internetet. Az arányok megtalálásait is az igazi feladat. Ehhez a feladathoz három lépcsőt építettek a szakértők. Speciális képzésen vesznek részt a tanárok, a Szülők Akadémiájának keretében informatikai informálódásra jelentkezhetnek a családtagok, és a fiatalabb generációt is bemondják, képzett középiskolások beszélgetnek a kisebbekkel, akik tőlük könnyebben elfogadják a javaslatokat, intermeket. A gyermeknapi honvédelmi napon velük is találkozhattak a szülők és a gyerekek. Nekünk is elmondták, ők mit tartanak a legnagyobb veszélyforrásnak. Szerintem egyébként így a legrosszabb hatással a gyerekre a Facebook és ennek oldalai, tehát hogy vagy ehhez hasonló közösségi médiák azok, amik a legveszélyesebbek, de egyébként szerintem a gyerek az játszhat, tehát nem, nincs komoly veszélyben, hogyha a szülő azt mindig leellenőrzi, hogy ez egy milyen oldal, ez mennyire megbízható, és így elkerülhetők ebből adódó problémák. Szerintem a legnagyobb problémát ez a cyberbullying, ha jól ejtem, jelenti, ugye, hogy az iskolában esetleg nehogy Isten kiközösítik a gyereket, és nem tud előle úgymond elmenekülni sehova, tehát hogy még hazamegy, és akkor otthon is kapja az üzeneteket, a bántósértő megjegyzéseket, képeket, és hogy nincs vége. A gimnazista önkéntesek asztalánál találkozhatunk egy a témában jelentősen elmélyült tudóssal is. Mádi Nagy Gergely, a lineáris programozást kutató egyetemi adjunktus, mégis úgy gondolta, érdemes elhozni a gyerekeket egy ilyen beszélgetésre. Én próbálok vigyázni, rakok föl szűrőprogramokat, korlátozom őket időbe, de nyilván iskolában mindig van egy nyomás, hogy a többieknek már van adott szociális hálós oldalra valamilyen regisztrációk, neki miért nem lehet, tehát ilyen vitáink vannak. Egyre lekopogom, hogy sikerül kompromisszumra jutnunk általában ezekbe a kérdésekbe. Az honvédelmi családi napon a kulturális szórakoztató előadások és minden korosztályt megmozgató foglalkozások mellett szakértői konzultációra is volt lehetőség. A Hintalovon Alapítvány munkatársai segítettek, amiben tudtak. Mi például arra is megpróbáljuk felhívni a szülők figyelmét, hogy ne használják a jutalmazás és a büntetés eszközeként az internetet, mert akkor megváltozik az egésznek a jelentősége, tehát egy egyszerű, tényszerű dologból valami olyan lesz, amin keresztül játszmákat lehet játszani, és ebben mi úgy látjuk, hogy a szülők nagyon gyakran csak vesztesként jöhetnek ki. A hétvégi akcióval kapcsolatban a kerület polgármester elmondta, hogy ilyen jellegű családi nap ugye ritkán van, de a hegyvidéki honvédelem program folytatódik. Ez nem egy kampány, hanem egy kultúrát igyekszünk felépíteni, ahogyan a gyerekeinket megtanítjuk fogat mosni, hogy reggel, délben és este is kell, úgy minden évben meg kell hirdetni. A pedagógus képzést minden évben meg kell hirdetni az épp aktuális szülők számára, a Szülők Akadémiáját, és hát minden gimnazistának fölkínáljuk a lehetőséget, hogy vegyen részt ebben a mentorprogramban.
A kerületi középiskolások közül eddig körülbelül 60 fiatal jelentkezett a mentor programba. Minden iskolából legalább egy-két pedagógus elvégezte a speciális tanfolyamot, illetve a Szülők Akadémiáján is több mint 100 szülő, illetve családtag kapott információkat a szájbervilág és az adatvédelem területéről. Egész hétvégén a gyerekeké volt a hegyvidéki városháza tér. A kicsiket többek között kézműves foglalkozásokkal, bábelőadásokkal és meseösvénnyel várták. Lassítunk a menetet, mert nem akarom, hogy kacskaringózva menjenek el a gyerekek jobbra. Egész hétvégén szinte megállás nélkül forgott a kosaras körhinta a hegyvidéki városháza téren. A kicsiket bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel várták gyereknap alkalmából. A délelőtt az abszolút a gyerekeké. Itt igyekeztünk, hogy mindenki megtalálja a saját kis szórakozását, úgyhogy van, ugye mögöttem látható a bábi játékos, vannak zenészek, lehet éneket, táncot tanulni, kézművesség is van, illetve mindenféle ügyességi játék. És akkor a délután, az pedig a felnőtteknek szántuk a délutánt, ott inkább ilyen világzenei koncertek lesznek. Készül a különleges hajfonat, egy másik helyszínen pedig a nemezeléssel ismerkedhettek meg a gyerekek. Nagyon tetszik, és ezen a kövesen vagyok, amin be kell gyúrni mindenféle színes dologgal a köveket. Nagyon jó, nagyon változatos a program. A gyereknapi programokra nagyon sokan látogattak el. A Városháza téren egyébként egyre több hasonló családi rendezvényt szerveznek. Városháza tér kialakításánval az egyik fontos célunk az volt, hogy egy olyan tér alakuljon ki, ahol közösség összejöhet, az emberek összejöhetnek egymással, találkozhatnak egymással, jól érezhetik magukat együtt. És ezt tulajdonképpen azért találtuk ki ezeket a programokat, hogy ezt elősegítsük egy kicsit, és azt látjuk, hogy ez valóban működik, nagyon szeretik a hegyvidékiek ezeket a programjainkat. De azt is látjuk, hogy tulajdonképpen most már valóban belakták a kerületiek ezt a teret, és akkor is, amikor nincsenek programok, akkor is sokan ott vannak a szökőkutak körül, a játszótérről jönnek, mennek, fagyiznak, úgyhogy ez a tér, ez elérte azt a célját, ami a szándékunk volt a megalkotásával. A Városháza térre szervezett programok listája a Momkult weboldalán is megtalálható. Vasárnap a MOM sportban is a gyerekek voltak a főszereplők, a nekik szervezett programon a felelős állattartás szabályait is megismerhették a gyerekek. Lufiból kutyát, kardot vagy babát hajtogatni olyan tudomány, amely teljesen leköti az aprónév figyelmét. A MOM sport gyermeknapi kavalkádjában nem véletlenül volt népszerű az a pavilonsor, ahol kézműves foglalkozások és lufi hajtogató művész is várta a gyerekeket a bemutatók előtt és után. Intézményünkben Südi Iringó gyerek tánc foglalkozása van, és a kisgyermekek több korosztályból felléptek ezen a napon. Nagyon érdekes bemutatójuk, színes táncos bemutatójuk volt, mindenki örömmel nézte és tapsolt, és közösen táncoltak. Más egyéb sportoló gyerekeknek is van foglalkozás. Nagyon közkedvelt a Fit Kid. Nagyon szép előadást adtak a lányok, hajlékonyak, dinamikus sportgimnasztikával kápráztatták el az itt jelenlévőket. A gyereknap alkalmával érdemes megemlíteni, hogy a MOM Sport szervez nyári táboroztatást is, és ezek a sportágak itt elsajátíthatóak lesznek. A nyári táborokra főleg a szülőknek lehet gondjuk, a gyerekeknek viszont egyetlen feladatuk volt a gyereknapon, jól érezni magukat. Ezt szolgálta az apró lovakon lovagoltatás és az arcfestés is. Szilvia kislánya, Szófia gyakran vendégeskedik a MOM sportban, ide jár úszni, és a gyereknapot is itt ünnepelte. Mi célzottan jöttünk ide, tavaly is itt volt a környéken egy gyereknap, azon is részt vettünk, úgyhogy mi rendszeresen visszajárunk. Nálunk a legnagyobb show mindig az arcfestés és a lufi készítés, úgyhogy szerintem az a legjobban, illetve az ugrálóvár, szerintem azt minden gyerek nagyon szereti, az enyém is. A MOM Sport gyereknapi programjaira meghívást kapott az Ebremény Egyesület is. Az állatmentő csapat tavaly óta több rendezvényen is feltűnt itt, és ezeken gazdit, illetve támogatókat is keresnek a gyerekbarát állatoknak.
Én azt gondolom, hogy mindenképp jó, hogyha egy gyerkőc, kutyus vagy cica mellett nő fel. Egyrészt megtanulja azt, hogy gondoskodni kell az állatról, hogy nem csak van és akkor foglalkozunk vele, amikor nekünk kedvünk van, hanem arról az állatról úgy kell gondoskodni, hogy le kell vinni sétálni, etetni kell, itatni kell, a szőrét kell ápolni. Ezek a gyerekek, akik ma itt megálltak mellettünk, egytől egyig mind olyan olyan gyerkőcök voltak, akik ezzel tisztában voltak, szépen nyúltak a kutyához, kedvesen, és szerintem, hogyha nekik egyszer lesz kutyájuk, akkor biztos, hogy jól fognak vele bánni. Viktóriától megtudtuk, hogy a gyermeknapon is volt olyan család, amelyik jelentkezett gazdinak, de előtte szeretnék megteremteni a feltételeket. Az állatmentők vezetője szerint ez a legjobb megközelítés. A Lunával és társaival barátkozó gyerekek remekül érezték magukat az állatbarát rendezvényen, amire sok szülő bevallása szerint egy nagy fagyizás tette fel a koronát. Folytatódik a diplomamentő program. A nyelvvizsgára felkészítő képzéseken összesen több mint 1300-an vehetnek részt. A programra 400 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A támogatás mértéke pedig fejenként akár 300 ezer forint is lehet. A diplomamentő program azoknak szeretne segíteni a nyelvvizsga megszerzésében, akik a dokumentum hiánya miatt nem vehették át a diplomájukat, és már nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal. A pályázati felület várhatóan augusztustól lesz elérhető, az első képzések pedig a tervek szerint szeptemberben indulnak. Ismét drágul a tankolás, szerdától a gázolajért 2 forinttal kell többet fizetni, így az emeléssel a gázolaj átlagára 410 forintra nő, a benziné 398 forint marad. Tankolás előtt érdemes tájékozódni, akár 50 forintos különbségek is lehetnek az egyes töltőállomások árai között. Mától bárki megismerheti az új Dunahíd tervpályázatára beérkezett pályamunkákat. A Ganz Ábrahám öntödei gyűjteményben megnyílt kiállítás mind a 17 pályaművet bemutatja, illetve a budapesti hidak történetéről is áttekintést ad. Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár kiemelte, a Dél-Budát és Csepelt összekötő 2x3 forgalmi sávos villamos közlekedésre is alkalmas híd 55 ezer autóval tehermentesíti a túlzsúfolt belvárosi hidakat, az Üllői út forgalmát pedig napi 6 ezer gépjárművel csökkentheti. Emellett kapcsolatot teremt majd olyan sűrű lakott városrészek között is, amely között még nincs összeköttetés. Már csak néhány napig, egészen pontosan május 31-éig használhatják fel a szép kártyával rendelkezők a 2016-os juttatásokat. A juttatás többek között úszodákban, fürdőkben, kulturális eseményeken és bizonyos gyógyászati szolgáltatóknál is elkölthető. A fel nem használt összeg visszakerül a munkáltató számlájára. Az úszás nem csak a fizikai állóképességet fejleszti, de a szellemi teljesítményt is fokozza, vagyis azok a gyerekek, akik rendszeresen úsznak, bátrabbak és gyorsabban tanulnak. Nem véletlen, hogy a hegyvidéken is egyre népszerűbbek a gyerekek számára szervezett úszásoktatások. A hétvégén a Városmajori úszodában évzáró versenyen mérték össze tudásokat a hegyvidéki úszóiskola növendékei. Elrajtolt a harmadik tanévzáró úszóverseny a Hegyvidéki Szabadidő és Sportközpontban. A versenyen több korcsoportban mintegy 170 gyermek mérhette össze a tudását mind a 4 úszásnemben. Minden folyamatnak, tanulási folyamatnak kell, hogy lennie célja, anélkül nincs is értelme, hogy csinálnánk mindenféle dolgokat itt, akár nem csak az úszásról beszélek, hanem így az életben. Így az úszóiskolában is általában a tél az első fél év után van a Mikulás kupa, ami nagyon népszerű, az is egy úszóverseny, és itt természetesen az év végén a tanévzáró úszóversenyen pedig az egész évben tanultakat tudják megmutatni a gyerekek a szülőknek, és mindegy visszaigazolása az oktatók számára is, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek. Fonti Krisztina alpolgármester azt mondta, a hegyvidéki önkormányzat vezetői is fontosnak tartják, hogy a gyerekek biztonságosan mozogjanak a vízben, illetve azt is, hogy megmutathassák a szüleiknek, mit tanultak a tanév során. Fontos az, hogy a gyerekek biztonsággal érezzék magukat a vízben,
hogy ne ijedjenek meg, hogyha vízben vannak, hogy a szülők is nyugodtan beengedjék őket a vízbe, tudván, hogy a gyerekek tudnak úszni. Persze azt tudjuk, hogy az, hogy valaki tud úszni, azért óvat mindig is, amellett is azért az óvatosság az fontos, úgyhogy azért a szülőket arra bíztatom, hogy attól függetlenül, hogy a gyermekük jól tud úszni, azért figyeljenek rájuk a vízparton, de minden esetre a szülőknek egy nagy biztonságérzetet adhat ez, hogy tudják azt, hogy a gyermekük itt a Városmajor utcában megtanult úszni évközben. Ugrálóvár, célbadobás vagy arcfestés. Az idei úszóversenyt gyermeknapi kísérő programok foglalták vidám keretbe. A szervezők játékos feladatokkal várták a kicsiket a sportközpontban. Móczán Mónikától megtudtuk, hogy a vakáció ideje alatt sem maradnak programok nélkül a kerületben lakó gyerekek, hiszen különleges sportfoglalkozásokkal és táborokkal várják az érdeklődőket a nyár folyamán. Ez június 18-ától indul, egyhetes turnusokban, reggel 8-tól délután 4-ig van a tábor, ahol nem csak az úszás, de akinek kedve van esetleg szinkronúszásba, vízilabdába, vagy akár a kézilabdázásba is belekóstolni, azokat szeretettel várjuk, de aki kifejezetten az úszásra szeretne koncentrálni, ők napi kétszer fognak úszni itt a medencébe. Majd délutánonként a tábor után lesznek az intenzív úszótanfolyamok, ezek is egyhetes ciklusban fognak 8 héten keresztül június 18-ától augusztus közepéig tartani. A tanévzáró úszóverseny éremesővel és ajándékoztással zárult. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!